Péter ébresztő, kelj fel! Péter, kelj fel! Hány óra van? 6:10. Mit kell ilyen korán kelned? Megbeszéltem Géza bácsival, hogy majd 1/2 órával korábban megyek be. Megbeszéljük a járószecskázó elhelyezésének problémáit. Adj egy cigit. Tessék. Köszönöm. Kérsz egy slukkot? Igen. Te ezt hogy bírod így reggel? Így szoktam meg a kollégiumban. Tessék, nekem nem kell. Főzzek reggelit? Nem, szeretnék időben beérni Géza bácsihoz. Jó, akkor főzök egy kávét. Az nagyon jó lesz. Tegyél a tetejére egy kis kakaót is, ahogy szoktad. Tudod, hogy mindig úgy csinálom, ahogy anyukától tanultam. Te Péter! Tessék. Nem, inkább semmi. Hány cukorral kéred? 2-vel? Péter, ide ülhetek melléd? Hát persze. Péterkém, nem késel el? Bece Géza bácsi már vár. Nem hiszem, de tudod, hogy mindig pontos vagyok. Tessék. Kérdeztem, hogy hány cukorral kéred, de nem válaszol. Ne haragudj, kismackó. Te tudod, hogy mindig 3-mal iszom. Tessék.
vagy, Péter? Milyen vagyok, kismackó? Te, Péter, elmegyünk ma este filmszínházba? Hát nem emlékszel, hogy már Zoltánikkal megbeszéltük, hogy este találkozunk a Dupla Presszóban? De elmehetnénk mind a négyen. Miért? Mit játszanak? Tudod azt az új magyar filmet, a Domjánit is játszik benne. Ki? Aki öngyilkos lesz a Szécsi Pál miatt? Nem hiszem, hogy Zoltánikat érdekli a mai magyar film. De múltkor is ők hozták a színház jegyet. Jaj, kismackó, a színház és a mozi az két külön dolog. Egyébként is sanzonest volt. Péter, menj el zuhanyozni, mert elkésel. Ez a nyakkendő jó lesz? Igen. Tessék, itt van a nadrág is. Kezét csókolom, Marika. Jó reggelt, Géza bácsi. Szervusz, Péter. Ugye nem késtem el? Nem, dehogy is. Nem duzolod azt, hogy minél korábban kelsz, annál később érsz haza? Nem, Éva tudja, hogy mennyire fontos nekem ez a munka. Szakmailag és emberileg is. Szerencsés ember vagy, hogy ilyen megértő feleséged van. Géza bácsi, szerinted 9%-os lejtés elég lesz a gépszínki járóhoz? Nem tudom, attól függ, milyen párkány magasságot tervezel a kilépésnél. Az irodalom szerint 5-9% között kell, hogy legyen a lejtés, hogy az esetleges maradványokat könnyen ki lehessen söpörni, vagy vízsugárral is el lehessen távolítani.
Péter, ezt a vízsugarat Tanzániában nyugodtan felejtsd el. Emlékszem, Mongóliában is le kellett mennünk 2,5%-kal. De Géza bácsi, nekünk be kell tartanunk a magyar szabványt. Péterkém, a főnökök nem szabványokat, hanem elégedett arcokat akarnak látni. Géza bácsi, van valami támpontunk ehhez a technológiához? Mert én még dobosrendszerű járvaszecskázot nem terveztem. Csak horizontálisat. Mindjárt, Péter. Nézd, Péter! Szalomov már 1942-ben leírta, hogy a vágás minden esetben jobb eredményt hoz, mint a képés. Nézd csak, Péter! Ez a dobosrendszerű járvaszecskázóval készített szecskahosszak eloszlása. Látod, ha az S1 a szórás, akkor M2 lesz a maximális szecska méret. Nézd, ezt már tegnap felrajzoltam. Ez a szecskázódob alkalmasságát jellemző tisztán vágott hányat sűrűség függvénye. Igen, Géza bácsi. Amint látom, ezek az M1... M2, S1, IQP paraméterek egyértelműen meghatározzák a szecska minőségét. Igen, és ezzel a sűrűségfüggvénnyel meg tudjuk határozni a termékhányadot is. Mi úgy tanultuk a speckolon, hogy a szecska hosszúság eloszlásában a normális eloszlású tisztán vágott hányad dominál, aminek várható mérete, ha üzemszerűen használjuk a gépet, megegyezik a munkagépre jellemző elméleti szecska hosszúsággal. Ez a dobos járva szecskázóra érvényes, Péter. Persze a szecska teljesítményt be kell tartani, mert ha behatárolt szecska teljesítményen túllépünk, akkor az üzemszerű működés feltételei már nem adottak, és így az energetikai értékelő vizsgálat eredményei már nem helyén valóak. Géza bácsi, akkor mi történik, ha a terhelési küszöb alatt üzemeltetjük a járva szecskázót? Ez elég ritkán fordul elő, mert az üzemeltetők érdeke a gépek teljesítő képességének lehetőség szerinti kihasználása. De ha ez mégis előfordulna, akkor a géphasználat gazdaságtalan, és a munka minősége is rosszabb lesz, mint az elméletileg meghatározott hányad. Értem. Tehát nagyon fontos, hogyha majd üzembe helyezzük a gépet, valaki tényleg ott legyen a gyártól, hogy a pontos terhelési küszöbről felvilágosítsa a szarvasmarhatelep vezető agronómusát. Állítólag a szerkezeti elemek is tökéletesebbek a horizontálishoz képest. Végignéztem több kísérleti mérést, ami a szerkezeti elemek energetikai teljesítményét elemzi. Nézd, a terelő, vágó, továbbító részek teljesítményfelvétele nagyobb, mint a korábbi típusoknál. Az etető és a szecskázó szerkezetek kb. Ugyanolyanok, mint az előző típusoknál. Értem. Szerinted, Géza bácsi, ezt a 75 cm-es sortávolságot lehet tartani Tanzániában? Ez a tőszámtól és a talajtól függ, de végül is ezek a mérések úgyis az energiafogyasztók teljesítmények körülbelül következtetésére kellettek. A lényeg, hogy ezt már nagyjából tudjuk. Akárhogy is nézem, a legszámottevőbb energiafogyasztó a szecskázódob. Géza bácsi, de ez ugye önkidobó rendszerű. Hát persze, ez a lényeg. Ami igaz, az igaz, a dob alapvetően meghatározza a teljesítmény felhasználási mérleget. Most már elég világosan láttam a gép lényegét. Csak azt nem értem, hogy miért kell ilyen mélységig ismerni a másodlagos technológiát. Nekünk elsősorban az építészeti megoldásokon kellene gondolkoznunk. Engem például sokkal jobban nyugtalanít, hogy a dolgozók munkaterülete nincsen kellően átszellőztetve. Szerintem klímával kéne kémelni a meleget. Kérsz egy cigarettát? Nem kérek. Péter, de a megrendelők és a főnökök is fölöslegesnek tartották a klímát. Ezt már tisztáztuk az előzetes egyeztetés alkalmával.
Géza bácsi. Hát ott is emberek élnek. Fiam, törődj bele! Nap mint nap kompromisszumokat kell kötnünk. Tehát Géza bácsi, hogy tudjam én ezt felvállalni? Hogyan fogok az ottani dolgozók szemébe nézni? Esetleg vest fel az értekezleten zádori elvtársaiknak. Fiam, Tanzániában így is ez lesz a legkorszerűbb szarvas marhatele. De hát zádori elvtársnak fogalma sincs a technológiáról, hiszen nem is ez a szakterülete. Hidd el, Péter, zádori elvtárs kitűnő vízügyi szakember. Ő sem tehet róla, hogy belekényszerítették ebbe a pozícióba. A minisztérium ide helyezte, és neki helyt kell állni a legjobb tudása szerint. De Géza bácsi, te is tudod, hogy már régen neked kellene vezetni ezt a részleget. Én jól érzem itt magam. Apropó, Géza bácsi, te miért nem léptél be? Nincs kifogásom ellenetek, de ezt hagyjuk. Péter, zádori elvtárs hivatja magát. Köszönöm. Géza bácsi, ha megkérdezik, mit mondjak? Péter, ebben neked egyedül kell döntened, de bárhogy is döntesz, én melletted állok. De azért gondolj a jövődre, meg Évára, és arra, hogy neked ez mekkora bizonyítási lehetőség. Csak okosan, Péter. Géza bácsi, kér egy jó feketét? Igen, Marika, ez most jól esni. Péternek is csináljak? Persze, ha nem kér, majd megiszom én. Géza bácsi, nem iszik maga túl sok kávét mostanában? Marika, jegyezze meg, az értelmiségi 6 kávénál kezdődik. Tényleg, Géza bácsi, miért nem maga vezeti a tanzániai beruházást? Hiszen Péter még olyan fiatal és tapasztalat. Marika! Ha sohasem adunk lehetőséget a fiataloknak, az egész életük olyan lesz, mint egy váróterem. De hát Géza bácsi maga már több nagy üzem tervezésében részt vett. Hát Marika, ez még a háború alatt volt, és az újjáépítésben. Igen, akkor kevés jó szakember maradt itthon. Elég volt a szakmai helytállás. Géza bácsi, kínálj már meg egy szál cigarettával. De tudod, hogy én csak filtert szívok. Nem baj, az is jó lesz. Na mi volt? Döntöttem. Idd meg a kávédot, még rengeteg munkánk van.
kedves évek. Hol vagytok már? Mit kértek életeim? Nyuszika, én kérek egy duplát, meg egy kis bombonmedgyet. És habot hozhatok esetleg? Azt nem, inkább egy indiánert. Indiáner sajnos nincsen, hozok inkább egy dobost. Jó, akkor egy dobost kérnék. De mit kérsz életem? Én kérek egy tojásnikört, egy kis szódavizet, és mást egyelőre nem. Kislányok, akkor lesz egy dupla, egy dobos, egy kis bombon, egy tojáslikőr és egy szóda. Pityukám, akkor egy dupla, dobos, kis bombon, tojáslikőr, egy szóda rendel. Hol van már Zoltán? Már majdnem 4:80. Ő is biztos túlórázik. Tudod, Péter is minden nap tovább marad benne a munkahelyén. Tényleg mentek Tanzániába? Én még nem tudom, mert Péter olyan titokzatosan viselkedik. Bár szerintem nagyon sokat számítana ez a kiküldetés Péter szakmai előmeneteléhez, de azt hiszem, hogy nekem nem tenne jót ez az 1,5 év kiesés a főiskoláról. Bár biztos sok élménnyel gazdagodnék. Tudod, ezek az afrikai motívumrendszerek, a színvilág, a fafaragások. Te, és Tanzániában nincs képzőművészeti főiskola? Nem tudom, de azt hiszem, hogy nincsen. És a mestered mit szól ehhez? Vele még nem beszéltem erről, habár csak akkor akarok szólni, ha biztos lesz a kiküldetés. De úgy érzem, hogy Péter sem tudott döntést hozni igazán. Te is arra nem gondoltál, hogy te esetleg itthon maradjál? Szerintem Péter édesanyja is eléggé idős, és amíg ti kint vagytok, ki fog törődni vele? Nem, Péternek szüksége van arra, hogy mindig vele legyen az ő kismackója. Különben sem engedném ezek közé a vad afrikai nők közé. Még a végén összeszedne valami egzotikus betegséget. Én nem tudnám elképzelni, hogy ilyen távoli országban éljek. Ott biztos minden egészen más. Mások az ételek, a szokások, az öltözködés, a klíma. Én inkább a betegségektől félek, bár azt ígérték, hogy kapunk védőoltást. Édeskéim, jó nektek, hogy itt üldögéltek. Tanzánia meg minden. Frizurázkodás, öltözködés. Persze én megdolgozom a frankóért.
mert én azért dolgozok, hogy a kicsikémnek mindent megadjak. Megadok én annak mindent, pedig attól a tróger apjától nem látunk egy fillért sem. Múltkor is elvitte Zsuzsikát a Vidámparkba, jól berúgott, aztán a végén taxival jöttek haza. Azt is nekem kellett kifizetni. A szeretőjét meg oda költöztette a szembe lévő házba. Persze mosnivasalni nekem kell, ők meg élik a világukat, a konyhapénzt is arra költi. Mi meg esszük a paprikás krumplit, persze oda megy a ruha, a cipő, azt hiszi, hogy ez a nő külön nálam, mert a gazmávagnál gépíró nő. Miért nem költözöl el, Nyuszika? Csak jobb lenne. Én költözzek külön albérletbe a saját lakásomból? Hát akkor miért nem rúgott ki? Hát mit szólnának gyerek apa nélkül? Még azt hiszik, hogy leányanya vagyok. Nyuszika, igyál meg nekünk valamit. Egy kis hubit kérek. Egészségedre. Pityukám, még egy kis hubit legyél olyan kedves. Úgy látom, ma már nem megyünk moziba. Miért? Mit néztünk volna meg? Tudod azt az új magyar filmet, a Domján elitteset. Egészségetekre, életem. Egészségedre, Nyuszika. Szervusz, Zoltán! Jó napot, Zoli úr! Csókolom, Nyuszika, hogy van? Köszönöm. Mit parancsol, kávé, konyak? Igen, azt hiszem ráfér, a szokásosat. Zűrös napon volt. És egy doboz fecskét is, Nyuszika, legyen szíves. Igen, hozom rögtön. Szervusz, drága! Szia, Zolikám, már vártalak. Elnézős a késő, nem tudtam előbb jönni, ma megint termelős érdekezlet volt. Úgy néz ki, hogy kiborul a bili, mert nem tudjuk tartani a határidőt. A szófiaiak még 50 buszt rendeltek. Persze az Intransbas bevállalta, de már így is két műszakban dolgozik az üzemegységünk. Most az egészet át kell szervezni. Legalább 3 műszakra. Nem baj, Zolikám, kipihenjük magunkat. Hétvégén lemegyünk a Rómaira, evezünk egy jó nagyot, felhúzunk a szigetsz picik. Nem tudunk picikén, mert az eheti szabadszombaton is dolgozni fogunk felajánlásban. De vasárnap lemehetnénk. Éva, ti nem jöttök? El se süthetnénk szalonnát. Még nem tudom, mert lehet, hogy Péter édesanyját kell meglátogatni hajdonáson. Péter még mindig dolgozik? Egyáltalán, Ilikém, mi volt ma az egyetemen? Ma nagyon jó előadást hallottunk Tiboldi professzortól. A nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés jelentőségéről. Ez az a Tiboldi professzor, akinek a tévében is láttam az előadását a Pannonhalmi apátság könyvtáráról. Nagyon érdekes volt. Nem is tudtam, hogy nektek is van tévétek. Igen, nemrég vettük Péter félévi prémiumából. Persze, anyukáik is adtak még hozzá 1500 forintot. Nagyon sármos öreg úr ez a Tiboldi professzor. Képzeld, azt szeretnél, ha bent maradnék mellette tanársegédnek. Engem persze az operatív munka jobban érdekel. A Szabó Ervinbe a múlt századények újrafeldolgozásához hívtak. Ezt eddig még nem is mondtad. Habár tanársegédnek lenni, az se semmi. Szerintem ez sokat számít a szakmai előmenetelethez. De ez még nem biztos. Több jelölt is van. Tudod, Éva, én hiába mondom neki, hogy maradjon az egyetemen, mert a tudományos karrierét csak ott teremtheti meg. Ili minden áron a Szabó Ervinbe akar menni. Ezt van még időm eldönteni a diploma után. Szia, Péter! Szervusz, kis macska! Kezdj csókol a kilomát! Szia, Péter! Szervusz, Zoltán! Nyúzatnak látszol. Hát, elég nehéz napom volt. Péterke, nagyon várta már az asszonyka. Nem szabad ennyi ideig parlagon hagyni szegényt. Hát, Nyuszika, higgye el, még így is korán szabadultam. Kollégám még mindig bent van az intézetben. Péterke, mit kér? Édeset, erőset? Egy duplát meg egy konyakot.
Nincs olyatlanul sajtosoló? Ma le se tudtam menni ebédelni. Hányat hozzak, mérnök úr? Nem is tudom, 4-et. Lányok, ti nem kértek? Én nem kérek. Én sem. Ne is kérjenek, mert csak 4 van összesen. Ne haragudjatok, hogy ennyit késtem, de Géza bácsival meg kellett beszélnünk egy nagyon fontos problémát. Miért nem hoztad a Géza bácsit is? Ő még benn maradt. Meg kell rajzolni néhány részletet a statikai tervezéshez. Ő olyan szakember, hogy minden a munka. És a családja ezt hogy bírja? Hát tudod, ő nem beszél róla, de a 44-es bombázások alatt meghalt a felesége, és azóta nem nősült újra. Csak a tervezésnek él, meg persze nagy bőgözik a vas a szimfonikusoknál. A Bece Géza bácsi? Igen, konzervatóriumot is végzett. Igen? A tervezés mellett csak ez a két szenvedélye van, a bőgő és a kávé. De most már csak a kávézásra van ideje. Nem is hittem volna, hogy egy kész technológiai adaptáció más éghajlatra ennyi gonddal jár. De jó nektek, Péterkén, hogy csak apró problémákat kell megoldanotok. Ha, nekem az egész termelési műszakot át kell terveznem 3 műszakra a hónap végéig. Ja, és ráadásul holnap még egy általános iskola is jön gyárlátogatásra. Nem vállaljátok egy kicsit túl magatokat, Zoltán? Tudjátok, hogy erről nem mi döntünk. A megrendelésre magasabb állami szinten mondtak igent. Abba meg nem gondol bele senki, hogy mit jön ez a termelés oldaláról. De nálatok legalább a technológiában nem szólnak bele. De Péter, te azért még nem vagy özvegy ember. Azért elmegyünk még ezen a héten moziba? Persze, kismackó. Mind akartok megnézni? Tudod, ezt az új magyar filmet, a Dómján együtt is játszik benne. Én azt hittem, hogy ti is eljöttök, mert múltkor is ti hoztátok a színház idén, hát nem emlékeztek? És az új Jancsó filmet láttátok már? Jó, hát ez csak természetes. Kismackó miatt nekünk minden új magyar filmet meg kell nézni. Érdekes, hogy a kritika mennyire nem egyértelműen fogadta. Sokan veszélyesnek tartják a munkáit. Jancsóban nem az a veszélyes, amit csinál, hanem az, hogy nem tudni, hol áll. Hallottátok, hogy Laciéknál jön a gyerek? Tényleg, ne vicceljél már. Én hallottam. Képzeljétek el, múlva meg bementem egy presszóba, és hallok egy olyan beszélgetést, hogy a Salgó, tudjátok, a szomszédot vette egy dobó szelvényt. Égyese lett volna neki, és kidobta. Egy moszkvicsot is kapott volna, érte? Péter, csinálják vacsorát? Nem, köszönöm, lefekszem inkább. Holnap még korábban megyek be, mert megbeszéltem Géza bácsira, hogy még egy változatot készítünk a kilépő magasságára. Jó, akkor főzök egy kávét. Köszönöm, az most jól esne. Bekapcsoljam a tévét? Nem, fáradt vagyok, úgyis mindjárt vége az adásnak. Thank you.
vonat. 1, 2, 3. Uram, a kávé 3 cukorral. Köszönöm. Kakaót is tettem a tetejére. Egy kis nyalánkságot kis mackónak. Köszi, akkor én most megyek. Nem zavar, ha még olvasok egy kicsit? Tessék, itt van egy hamutartó. Köszönöm. Na, még elszívok egy cigarettát. Mit olvasok, kis mackó? Tudod, az aranyködben fáznak az isteneket. De Péter, ha elutazunk Tanzániába, az édesanyádat fel kéne költöztetni hajdunálásról, mert vigyázni kéne a lakásra, és a növényeim is el fognak száradni. Meg itt mégiscsak nagyobb a komfort, itt van hűtőszekrény, tévé, és a piac is közel van. Kis mackó, ma behívatott Zádori elvtárs. Döntöttem, nem megyünk Tanzániába. De hát Péter, ezen a szarvasmarha telepen dolgozol 1,5 éve. Én nem tudok az itteni tervezőasztalnál alkut kötni az ottani dolgozók bőrére. Én ekkora megalkuvásra még túl fiatal vagyok. Nem dobom oda a tehetségemet ezeknek. Nem baj, Péter. Úgyis gyereket szerettem volna szülni. Gyereket, kismackó? Igen. Édesanyám kiugrana a bőréből, ha megtudná, hogy unokája lesz. Na jó, Péter. Most már aludjál, mert holnap korán kell kelned.
egy-egy élet, mérsékelt évek, hol vagytok már?